Hello mindenki, itt Pécsen közé egy videóval, és itt vagyunk az Ereki Vadászok Zero nevű játékban. Tehát folytassuk is a kalandunkat. Megszereztem Rolfot. Ön egy ilyen énekes karakter, vagy valami zenés karakter. Nagyon tetszik igazából. Itt van Jim, és a Pinky. Rájöttem egy pár dologra is, rájöttem arra, hogy bevel tudok ütni. Ugye kevés töltvény van, meg arra is sejtem, hogy a töltvények hogy működnek. Tehát a piros töltvény az a piros fegyverek, mert látjuk azt, hogy milyen színű a fegyverünk ott alul bal sarokba. Ott látjuk, hogy milyen színű a fegyverünk. És van zöld, piros és kék. És ezek azt akarják, hogy amilyen színű a fegyver, olyan töltvényt kell felszednünk. De most ezzel a piros amóval tudok, több töltvényem van az izénbe, a zongorá ágyunkba. Hoppá! És betettem a teljes full autóaimat. Ezzel szerencsét tudok így lőni a frontot, tehát nincs problémám. Hoppá! A damage! Na jó, tudjátok mit, inkább megyek a második izére, másodiktól folytassuk, itt már voltunk az előző részekben, de csak 10 töltény van, tehát nagyon gyorsan kéne egy új fegyver. Nem akarsz te megjönni, ugye? Nem akarsz te, úgy jó. Hát ilyen, most verekednem kell. Közelharcon múlik minden. Már is van egy zöld fegyver, ami sokkal könnyebb tárazni, mert sokkal több van a pályám. Még ezért körülnézek, hát van valahol itt egy zöld fej, ott van zöld a mó. Ezek az ilyen könnyű fegyek, amik keveset sebeznek. De ez mondjuk nem lő át a falon. Na, úgy. Úgy, na sikerült. Na ott is van egy vörös ammót, most meg tudom szerezni magamnak így az extra fegyómat. És ez elég messze elér. És átmegy az embereken amúgy. Ezt lövik a falat, jól látom. Elég könnyű ezeket a fegyvereket lefogyasztani. Ne arra! Rohadt autóaim! Majdnem elrontottam. Tudod már a HP-m? Még nem. Ott van még kis zöld ammó. Úgyhogy siker! Az igen! Ezek az ilyen össze-vissza forgolós, ezeket annyira szeretem, hogy elkezd így és így ide-oda forog. Úgy, siker. Hoppá!
falon keresztül lövünk, tehát így megéri. Siker. Amúgy tudom, hogy látjátok az FPS számot, nem tudom miért van amúgy, hogy látjátok, ez valami hiba van ott bal felül. Ti nektek is mutatja az FPS számot, amikor nektek nem kéne. Aztán egy kék fegyver, és itt nem tudom. Ne, ez csak sima. Csak ez gépágyus, ezt jobban szeretem. Na jó, aztán mehetünk. Gyerünk! Jó, siker! Siker! Tökéletes! Na, no, ilyen helyzeteknél nagyon jó ez a fegyver. Megfogom is így távolról. Mi, amit látjátok, egy-kétszer belaggolok. Vagy ez nem tudom, hogy micsoda, hogy lag, vagy ez most csak így lassítás. Mert szerintem egyszer a kettő. Ó, megint vettek új cuccokat. És ez az utolsó, és megvan egy új cucc. Ez nem tudom micsoda, de megvan egy új relik. Egy új... micsoda magyarul? Nem tudom, nem, de szerintem sosem a neve magyarul. Erekje, megvan. Úgy van bombám, azt én nem hajgálom. És mindig full HP-n vagyok, jaj, de jó. Ezt hogy tárazni kell? Hagyjál! Itt az ilyen ultra vlog, de egy 30 FPS alá nem is megy be. Az benne a vicc. Hely, mennyim van? Jól láttam, hogy 20-valahány ezrem? Lehet, hogy csak félre láttam amúgy. Ó, ezek közben egymással harcolnak. Nem használok izét extra fegyvert. Nem akartam elveszteni őket. Most kéne menjük egy kis medium ammo. Elég rosszul állok abból. Lassan nem tudok átlőni a falon. Nem tudom, ez annyira zavar, hogy így lelassul az idő, és akkor így elkezd az FPS-em szaggatni, tehát ezen állítani fogok, ez nem vissza fogom menni a grafikát, mert hogy... Nem jó! Te laggol, én nem szeretem, tényleg. Minek laggolja, ha nem meg lehet oldani azt, hogy ne laggoljon. Itt volt az utolsó barátunk. Csak azért, hogy most ilyenkor menet közben nem tudok kilépni a pályáról.
mint az autóaim, mert sokkal jobb, hogy ezt lekapcsoltam most így. Tudom, hogy... Na, ez nagyon zavaró, ez az FPS drop. Na végre egy kis red ammo, egy medic. Na jó, ezeket egymás kinyírták, hogy jól látom. Aj, nem ezt akartam! Be akartam célozni ezzel a fegyverrel őket. Nem akarom elveszteni a fullos pajzsomat! Ne! Elveszettem azt a nem tudom hányos pajzsomat. Bosszú! Köcsögök! Én vagyok az igazi muzsikás! Most itt is van egy kis red ammo. Úgy pont volt egyik olyan fegyveremben amúgy. Majdnem meg. Vagy meghalni, azért messze voltunk attól, de... Hát igen, most sokkal kevesebb azon, sokkal kevesebb a pajzsom, tehát így nagyon nem jó. Üssed! Nagyon nem jó így. Az is, ez egy kék cucc. Nem, ez is egy piros. Ez egy shotgun-t, ez nem kell. Nem ugyanabból fogyaszt, mint az izé, fegyverem. Úgy. Ezek most már körülnézek a pályám. Akkor sprintelek. Igen, rájöttem arra, hogy hogy lehet a deselést megoldani, hogy így a sprintelni tudsz ilyenkor. Amikor így benyomod az albát, és benyomodhatod, akkor csak sprintel. Ez drága volt, ezt tudom, hogy extra izé, erekje lesz. Buy something you... Yay. Ez... G... Ez a J. Ó, oh, itt haltunk. Hát igen, ez egy köcsök fegyver kb. Ez az olyan ultra köcsök, amíg így a falon... Já, jó van. Ameddig ti ott elszorogoztak, addig itt átlövöttek a falon. Igen, ez már egy relik. Vagy nem relik? Hát kék. Aj, ezek igen, ezek rohadt nagy damage-ek. Tehát, hogyha egyszer eltalálnak, akkor utána buktad. Ezt hogy lehetne kicserezni? Jó. Ne, azokra! Azokra! Hú! Hú!
Kristály! Bomba! Nekem is van ilyen kék cuccom, mint nektek, ti nyomolyékok. Hopp, hopp! Megint egy csipás. Ó, nagy ammó, nagy HP. Nagy ammó, hát nagy HP. Vagy erre az új cuccra is kencsztük, ez mit tud. Megint egy kék ammó. Arra, lőj már! Na végre. Na, hát először állítottam ezen a helyen is. Ezt én látom, na mindegy. Ne akadj be. Jó, ez így lök. Úristen, mennyi golyó! Puff! De ne arra! Néha rossz az autóaim. Na, siker! Hát ez nem volt egyszerű. És mindig vannak. Ezek tárazni kell. Ezek valami új elemi. Ne, belecsúsztam a bombába. Belecsúsztam a bombába, ember. Vaj. Na jó van. Nekem a videónak szerintem itt lesz a vége, de még azt meg szeretném nézni, hogy mi az az új relik, amit kaptam. Na itt is van. Double Shield. Mi az, hogy Double Shield? Hogy mi? Azért fel lehet menni mindkettőt. Nos, a dupla shieldem van is izé. Na, ez tök jó. És a kétszer... Mondjuk nézzük meg a tank. Hogy hívnak téged? Nem érzem a neve. Pinky. Na, mindkettőt letettem, de jó. Neki 400 HP és 80 na izé. Azért ez így nagyon OP. De lesz még itt pár relik, úgy látom. Itt ez még van 6 relik. Tehát így még lesz még tennivaló. Na jó. Azt hiszem, ez a videó ennyi lett volna. Pécsen voltam. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot. Ha még jobban tetszett, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!